A Miami ID kibeszélőjében feljött az a téma, hogy melyik gyártónak milyen erős az erőforrása, és hogy ezek mellé milyen karosszéria társul. Akkor elmondtuk, hogy a szezonnyitós adatokból nálunk okosabb emberek azt számolták ki, hogy bizony a Ferrari rendelkezik a legerősebb motorral, ellenben a Red Bull ezt a hátrányt egy alacsonyabb légellenállású autóval könnyedén ellensúlyozza. Már akkor az élőben és utólag is nagyon sok hozzászólást kaptunk, hogy ezt azért elég nehezen tudjátok elhinni, szóval a mai videóban számolgassunk egy picit a motorerő per légellenállás tengely mentén. Nézzük, mit mond a matek. Enzo Ferrari híres mondása, miszerint az aerodinamika azoknak való, akik nem tudnak rendes motort építeni, már a halála előtt megdőlt, napjainkra ráadásul majdnem meg is fordult. A 80-as évektől kezdve igenis könnyedén lehet ellensúlyozni egy jobb felfüggesztéssel vagy több leszorító erővel a teljesítmény hátrányt. Ez a tétel pedig a mai videónk alapja lesz. A Miami kibeszélőben elhangzott, hogy a Ferrari motor nagyjából 20 lóerővel lett erősebb, mint a Honda, valamint 30-szal, mint a Mercedes. Ezek a szezonnyitón kapott telemetriákba lettek kiszámolva, mondom, nálunk okosabb emberek által. Azóta lement további 4 futam, a több adatból pedig pontosabb becslést lehet adni. És itt a becslést igenis ki kell emelnem, a valós adatokat a csapatokon kívül senki nem ismeri. Talán még az FIA. Ettől függetlenül induljunk ki abból, hogy az AMU szerint még mindig a Ferrari a legerősebb erőforrás, a teljesítménykülönbség viszont már csak 6 lóerő a Hondával és 11 lóerő a Mercedes-szel szemben. Valahogy a Renault motor mindig kimaradt az adatsorból, de mindenkit megnyugtatnék, ma még a Mercedes-szel sem fogunk sokat törődni. Szóval marad a 6 lóerős teljesítmény előny a Ferrari-nál, valamint a 8 km/h végsebesség előny a Red Bull-nál. Fizetetés számológépet elő, nézzük azokat a számokat. Először határozzuk meg azt, hogy mi is az a végsebesség. A végsebesség az a pillanat, amikor a jármű légellenállása és egyéb mechanikai veszteségei megegyeznek a motor teljesítményével. Ebben a pontban ugyanis már nem jut arra nyomaték, hogy tovább gyorsuljunk, minden energia a sebesség megtartására irányul. Első egyenletünként tehát felírhatjuk, hogy a végsebesség az a tempó, amikor a motor teljesítménye megegyezik a légellenállás és az egyéb veszteségek közül kiemelten a gördülési ellenállás teljesítményének összegével. A légellenállás teljesen közismert fizikai jelenség, mindenki tapasztalta már, legalább akkor, amikor egy mozgókocsi ablakán kidugta a kezét. Szinte minden mozgótárgynak van légellenállása, kivéve a közeggel együtt mozgóiknak, de hát egy Forma 1-es autó esetében ilyen nem fordul elő. A matematikai formánba akarjuk önteni egy tárgyaknak a légellenállását, ahhoz 4 adatra van szükségünk. Először is, hogy milyen gyorsan mozog, és most itt nem a földhöz, hanem a levegőhöz mért relatív sebességről beszélünk. Ha például 20 km/h szembeszélünk van, akkor azt hozzá, ha hátszelünk van, akkor azt ki kell vonnunk a km/h által mutatott értékből. Ezen túl ismernünk kell még a tárgy homlok felületének nagyságát is, tehát annak a területnek a mértékét, amiben a levegő beleütközhet. Ezen túl szükségünk van még a levegő sűrűségére, végezetül pedig a tárgy alaktényezőjére is. Ezeket összerakva, levezetés nélkül egy képletbe, megkapjuk ezt a formulát. Egy fontos elemet emelnék még ki, a légellenállási erő a sebesség négyzetével lesz arányos, és ezt nagyon keményen viszont fogjuk látni. A gördülési ellenállást már sokkal egyszerűbb kiszámolni, mindössze 2 ismeretlenünk van. Az egyik a súlyerő, tehát az az erő, ami a tárgyat a talajhoz szorítja, a másik pedig a gördülési ellenállási tényező, ami egy szintén dimenzió nélküli mennyiség. Egy Forma 1-es autónál az első mennyiséget az autó súlya, valamint a leszorító ereje adja, a másodikat pedig a kerekek forgási ellenállása. Így már meg is van a nagy egyenletrendszerünk 3/4-e, már csak össze kell ezeket adni és az erőket teljesítményre átváltani, ami annyiból áll, hogy megszorozzuk a két erő összegét az autó sebességével. Végeztünk is a fizikai alapokkal. Most jönnek a már említett becsült értékek. Itt ismét leszögezném, hogy nem pontos adatokról van szó, azokat egyszerűen nem ismerjük, csak egy olyan viszonylag jó közelítéssel felvett értékekről beszélhetünk, amik hihető eredményt adtak vissza az előzetes számításainkban.
Szemléltetésre és az eredeti álláspontunk bizonyítására viszont teljes mértékben alkalmasak. Annyit hozzátennék az itt mutatott számokhoz, hogy a homlokfelület és az alaktényező bizony kettő egymástól igenis függő érték, mivel az alacsonyabb szárnyalás esetén nem csak a felület csökken, de az eltérő szárnyprofil miatt az alaktényező is változni fog. Ezen túl a levegő sűrűségét egy viszonylag hűvös 18-20 fokos időjárásnak feleltettem meg, valamint szélcsendet is feltételeztem. A motor maximális teljesítményének 1063 lóerőt adtam, ami azt jelenti, hogy ugye van a 163 lóerős hibrid rendszerünk, a V6-os blokk pedig 900 lóerőt tud leadni. Utolsó pontban pedig azt feltételeztem, hogy ezt a teljesítményt a végsebességnél is leadja a hajtáslánc. Ez a váltóáttitelezés, valamint az átfolyási limit miatt valószínűleg nem igaz, és ez egy picit torzítja a számokat. A gördülési ellenállási tényező nagyjából állandó az aszfalton gördülő abroncsok esetén, a leszorító erőt pedig 3,5 tonnával adtam meg. Gyorsan behelyettesítve ezeket a számokat a korábban bemutatott egyenletekbe, azt kaptam, hogy ezzel a konfigurációval és teljesítménnyel az autónk, amit most nevezzünk el Ferrari-nak, 346 km/h végsebességet érhet el. Tudjuk, hogy ez magasabb, mint amit a pályán mérhetünk, és ez a felvett adatok minimális pontatlanságának, valamint az előbb említett váltóáttétel miatti teljesítménycsökkenésnek köszönhető. Egy monzai végsebességnek viszont nagyjából olyan korrekt lehet. Minden esetre vegyük ezt kiindulási alapnak, és ehhez viszonyítva értékeljük akkor a Red Bull-ra kapott adatokat. Felhasználva azt, hogy az AMUS szerint 6 lóerő a teljesítménykülönbség, valamint ugye látjuk azt a pályán, hogy olyan 8-9 km/h tempóelőnyben vannak a Red Bullok, ismételten helyettesítsünk be minden értéket az egyenletekbe. Két változást még beítattam, mégpedig a szárnyalások jelentette felületcsökkenést és a leszorító erő 100 kg-os megnyírválását. Előbbi esetben 300 négyzetméternek tippeltem meg a felületkülönbséget, utóbbi értéknél pedig a kanyartempó különbségből indultam ki. Nézzük az eredményeket. Meglepő vagy sem, azt kaptuk vissza, hogy amennyiben a Red Bull alaktényezője 5%-kal jobb, mint a Ferrari, vagy elterjedt, de amúgy pontatlan megfogalmazásban ennyivel aerohatékonyabb az autójuk, akkor a tippelt 6 lóerő különbség mellett is teljesen reális a 8 km/h végsebesség elleni. A kibeszélőben felhozott adatok amúgy 20 lóerő különbségről és 7%-os eltérésről szóltak, amik szintén megfelelnének ennek a számításnak, tehát igenis át lehet hidalni még ekkora erőhátrányt is. Ahhoz, hogy a Ferrari kizárólag motorfejlesztésből eltüntesse ezt a hátrányát, 60 lóerős teljesítmény többletre lenne szükségük, a blokkok viszont ugye be vannak fogyasztva. A barcelonai csomagjuk éppen ezért a légellenállások jelentős csökkentéséről szól. A fejlesztések hatékonyságát majd a következő pontasztalban kitárgyaljuk. Egy utolsó rövid mercedeses kitérőt azért még tennék, tényleg nagyon rövid lesz. Az alacsony leszorító erő és a visszavágott szárnyak mellett felhasználva azt, hogy az AMUS 11 lóerőre becsüli a hátrányukat, azt kaptam, hogy a Mercedes autójának alaktényezője 3%-kal lehet rosszabb, mint a Ferrari, és 8%-kal, mint a Red Bullé. Amíg tehát nem találnak Hamilton és Russell alatt megfelelő mennyiségű leszorító erőt, az eltüntetett oldaldobozok jelentősen hátráltatni fogják őket. Ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban, remélem érthető volt, érdekes, és mindenkinek tudtam benne újat mondani. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Hogyha esetleg van olyan téma autós fizikába, ami kifejezetten érdekel titeket, írjátok meg kommentben. Van egy nagyszerű Patreon oldalunk, rengeteg támogatóval, nekik nagyon szépen köszönjük a bizalmat, a hétvégén pedig találkozunk a Spanyol nagydíj keretein belül, addig is legyetek jók, sziasztok!